Hello, srácok, üdv mindenkinek, itt a Sámán beszél, üdv mindenkinek, Facebook népe és üdv YouTube népe is. Ez a csodálatos, piros, ötajtós kompakt nem más, mint Kecskemét szülöttje, az új A-osztályos Mercedes-Benz, és aki ismer minket, és most a YouTube-on néz, vagy a Facebookon, az tudja, hogy hamarosan egy autós mozi fog születni ebből az autóból. Ez a kis videó az autós mozi forgatásán készül, és előfordulhat, hogy a Facebook kommentelőkkel beszélgetek, ezt azoknak mondom, akik a YouTube-on néznek minket. Egyébként pedig ott hátul van még egy Peugeot Rifterünk is, azt is le kéne forgatni, de ma forgattuk a Bullittet, Mustang Bullittet, aki itt volt velünk délelőtt, az láthatta is, aki nem, annak pedig ajánlom figyelmébe majd a Facebookon, illetve a YouTube-on, a csatornán ott van a Bullitt. Szóval, kedves hölgyeim és uraim, íme az új A-osztályos Mercedes, amelyből az autós mozi fantasztikus lesz, most csak egy kis ízelítőt nyújtok nektek. Aki a Facebookon nézte már, az láthatta, hogy csináltam tegnap hangulatvideókat az éjszakai fedélzeti rendszerről, a navigációról, ezek egyébként a YouTube-on is elérhetőek lesznek. Úgyhogy javaslom, hogy ott is nézzetek körül, hogy az igazán nagy duranást lássátok ebben az autóban. De akkor egy pár gondolat. Tadám, először is sziasztok így élőben is. Gilbertót is megmutatom, aki éppen az utolsó kockákat forgatja. Szóval, negyedik generációs A-osztálynál tartunk. Az első kettő nyugodtan mondjuk ki, hogy béna volt. Persze a maga idejében jól néztek ki, meg izgalmas volt ez a szendvics szerkezet, de valójában meglehetősen bénák voltak. Az elsőnek még volt egy átok szava is, ezt pedig úgy hívták, hogy jávor szarvas tesz. Aztán jött a harmadik generáció, amelyet nem Kecskeméten gyártottak. A harmadik generáció, hát szerintem kicsit lelketlen volt, szóval egy egyszerű kompakt volt, Mercedes-es árazással. Ez itt a negyedik generáció, és rögtön kezdjük azzal a büszkeséggel, hogy ezt az autót nem máshol, mint Kecskeméten gyártják, úgyhogy nagyon büszkék lehetünk rá, hogy ilyen autókat is gyártanak Kecskeméten, és van ennek az autónak még egy nagyon-nagyon erős dolga, ez pedig nem más, mint MBUX, azaz Mercedes-Benz User Experience, ami nem más, mint odabent ez a két tablet. Ez, kedves barátaim, pestiesen szólva, nagyon keményen odaver. A vonatkozó videókat láthatjátok YouTube-on és Facebookon is. Végig nyomkodtam a rendszert, illetve elég sok dolgot megmutattam belőle, ez igen. Viszont ez egy másik kérdést is felvet, amelyre várom tőletek a választ, hogy valóban jól gondolom-e. Elmúltak azok az idők, amikor a hardware számított, és megjöttek azok az idők, amikor a software számít. Mert ez az autó szoftveresen ma megkockáztatom a világ legfejlettebb autója, de biztos, hogy az egyik legfejlettebb, de én szerintem ez a legfejlettebb. És a hozzátársított hardware az, mondjuk azt, hogy meglehetősen átlagos, még akkor is, ha vadonatúj Mercedes motor hajtja, amit az autós moziban elfelejtettem megemlíteni, hogy henger lekapcsolásos. Egyébként az 1.3-as turbós benzinmotor van benne, 163 lóerővel, és a 7 fokozatú dupla kuplungos váltóval van az erőátvitel megoldva, de hát nem egy olyan élmény, amitől alapvetően megőrülünk, amitől megőrülünk, az inkább ott van odabent. Ezt most nem fogom nektek részletesen megmutatni, mert a további videókban már megmutattam, hátulról fogjuk megnézni, onnan jobban fog látszódni. Egyébként az A-osztály nagyot nőtt, abban az értelemben is, hogy végre hátul is el lehet benne férni, de nézzétek meg ezt. A CLS-sel csináltam olyan videót, amikor végig nyomkodtam az összes funkciót, azért ez nagyon durva. Tehát ez tényleg odaver. Ez az iPhone-os, okostelefonos, tabletes generációnak készülő autó már, és az, hogy a Mercedes pont az A-osztállyal lépte ezt meg, hát az meglehetősen nagy bátorságra és önbizalomra val. Természetesen ez a technológia le fog csúszni szépen az összes generációba és az összes modellbe. Mesterséges intelligencia is lakozik a fedélzeten, aki képes arra, hogy megtanulja a te szokásaidat, milyen zenét hallgatsz, milyen útvonalon mész dolgozni, hogy szereted a hőmérsékletet, mi egymás, és úgy konfigurálja be neked az autódat. De erről majd részletesebben az autós moziban fogunk beszélni. Szóval
igazából nagyon elgondolkoztató ez az autó, mégpedig tényleg azért, mert ennél éreztem meg először azt, hogy valószínűleg a szoftver és a személyes szórakoztatás, teste szabhatóság előnyt élvezett a klasszikus vezetési élmény, a klasszikus hardware fölött. Nem rossz az autó, azért azt szeretném hozzátenni, de sokkal többet nyújt az a két képernyő ott, mint egyébként a motor és a hajtáslánc. Azért gyorsan elmondom, alaphelyzetben minden Mercedes A-osztálynak digitális kijelzője van, az lehet 7-szol, 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 10,5-szol, 10,5, 10,5, ugye ez a legnagyobbat kapta. Ez itt érintőképernyős is, ráadásul ugye úgy, hogy az okostelefonoknál szokás, szépen lehet így újra rendezni az ikonokat. Home gomb, augmented reality, azaz kiterjesztett valóság ott, ez a navigációban felhasználva a kameraképet kitesz neked nyilakat, utcanévtáblákat, házszámokat, nagyon izgalmas, erről is van fönt, vagy lesz fönt videó, majd nézzétek meg, nagyon jó pofa, és van egy tök jó funkciója, amikor a piros lámpánál megállsz, vagy egyáltalán megállsz az autóval, egyből bekapcsol ez a kamerakép, és széles látószöggel mutatja az előtted elterülő dolgokat, amelyben adott esetben nem biztos, hogy vizuálisan az ablakon keresztül látszódik a piros lámpa. Lehet, hogy hajolgatnod kéne, vagy kitakarja az oszlop. Ez egy széles látószögű kamera, tehát látod a lámpákat, és tehát elég ezt nézned. És nem is kell mással foglalkozzál. Eszméletlen jó. Nagyon durva az autó. Majd YouTube-ra még nem töltöttem föl, de mire már nézitek, fönt lesz. Nézzétek meg azokat a videókat, amelyek az éjszakai hangulat világításáról, vagy a rendszer működéséről szól, eszméletlen durva. Szóval ez az autó az, ami ezen keresztül veri bele a konkurenciát a földbe. Ezzel az 1.3-as 163 lóerős motorral, automatával nagyon drága, 13 millió fölött van, de azt meg kell adni, hogy a legeslegfejlettebb kompakt, de megkockáztatom, a legfejlettebb autó ma szélese világon. Beszélgethetsz vele, érintőképernyővel vezérelheted, minden részletét testre szabhatod, és még van benne hely is, jól is néz ki. Szóval teli találat, nem véletlen, hogy a Mercedes ismételten a világ legnagyobb prémium autógyártója lett. Akik a Facebookon nézik most, azoknak mondom, hogy ne aggódjatok, hamarosan jobb lesz majd a minőség, amint befejezem az jelő streamet, föltölti HD-ben. Addig, bocsha, pixeles képért, akik a YouTube-on nézik, azok meg boldogoskodhatnak, hogy egyből HD-ben nézik. Gilberto, befejeztük a munkát? Igen. Jó. Nem mertem kiszedni az utcaimat, mert látom, hogy jó. Akkor búcsúzunk el közösen, mind a ketten. Köszönjük, hogy ma is itt voltatok, és megnéztetek minket. Reggel 9-kor találkoztunk, most délután 2 van. Elfáradtunk már, 2 autót forgattunk le. Köszönöm, hogy itt voltatok, a Sámán búcsúzik. Hamarosan autós mozi erről is, Bullitről is, és még mennyi mindenről, te jó ég. Iratkozzatok föl, kövessetek. Aloha!